Az elmúlt évekhez képest szerényebben szerepelt a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Persze alapjában meghatározta a csapat teljesítményét, hogy anyai örömök miatt Farkasinszky Orsolyát, sérülés miatt pedig Papp Klaudiát kellett jó ideig nélkülözni az NKS-nek. Az alapszakaszt a piros csoportban az 5. helyen zárt a Farkasinszky Gyuláni együttese, azonos mutatóval a felsőházi rájátszásba kerülő Kecskeméttel. A folytatásban a középházban 12 meccsből 11-et megnyertek a nyíregyháziak, akik a zárófordulóban a Zalaegerszeget verték magabiztosan. Végül a 11. helyen zárt a nyíregyházi kosársuli, amivel a csapat szakmai igazgatója maximálisan elégedett. Úgy gondolom, hogy minden tekintetben meghatározó volt ez az év. Azok a játékosok, akik ugye előző évben már bontogatták szárnyukat, és néha-néha már pár percre pályára kerültek, azok most sokkal több játék lehetőséget kaphattak, és igen, voltak mérkőzések, amikor kimondottan jól játszottak. Na most az, hogy nem minden mérkőzésen sikerült azt a teljesítményt nyújtaniuk, az a rutintalanságnak tudható be, bármennyire is szerettük volna, hogyha kiegyensúlyozott a minden mérkőzésen, hogy azt az átlagot hozták volna, ez sajnos nem jött össze, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül mi ezzel a helyezéssel maximálisan elégedettek lehetünk, mi vagy sikerült kihasználnunk a felsőházban való további szereplést, és elsősorban ez volt a célunk, hogy a legjobb 14 között végezzen a csapat, hogy jövőre ne a hátsó 14-be kelljen versenyezni, hogy itt ez sokkal színvonalasabb és jobb mérkőzéseket fog játszani a csapat. A hétfői szezonzáró vacsorán elbúcsúzott társaitól Papp Klaudia, aki 14 éves kora óta szerepelt a felnőtt csapatban. A tavaly a 3x3-as válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmet szerző irányító az élvonalbeli Beac Újbuda együttesénél folytatja pályafutását. Azért esett rájuk a választásom, mert nagyon tetszik ez a hozzáállásuk, hogy magyar játékosokkal akarják végigvinni a bajnokságot, ugye külföldi légiósok nélkül, valamint kaptam egy ajánlatot, hogy első számú irányító vezethetem a csapatot, aminek szintén nagyon örültem, nagyon pozitív volt, illetve az edzővel való első találkozás beszélgetésünk során is nagyon pozitív irányba terelte ezeket a gondolataimat, úgyhogy igazából ezért választottam őket. Farkasinszky Gyuláni elmondta, hogy a tanév végéig, június közepéig még tartanak az edzések, aztán 15-én a fiatalok számára tartott hagyományos játékos vetélkedővel ér végleg véget a 2017-2018-as szezon.